állattartás a mínuszokban még fontosabb az odafigyelés. Újra megnyitottak, ismét működik az adománybolt. Ökumenikus imahét összetartozása virtuális térben is. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Önök az Orosházi Városi Televízió január 19-ei keddesti híradóját látják. Az elmúlt napok sem teltek eseménytelenül városunkban, jöjjenek a legfontosabb hírek! Erős mínuszokkal telnek az esték, ezért az udvaron tartott kutyák számára meg kell teremteni a szükséges körülményeket. A nem megfelelő tartás miatt az állat akár el is pusztulhat. Bizalmatlan a kamerával és az operatőrrel szemben Orfeusz, ez a gazdára váró kutya, számára biztosítva van a megfelelő óvóhely, a mínuszok miatt szükség is van erre. Ideiglenes befogadója mutatja azt a házat, ahol Orfeusz meghúzza magát. Télen érdemes jól vastagon beszalmázott kutyaházba tartani őket, ha van rá lehetőség, akkor szélvédett helyre tenni őket, egy pokróccal, hőfüggönnyel, azt hiszem úgy hívják, abban esetleg a bejáratot eltakarni, és nagyon fontos a víz. Tehát naponta, ha lehet, 3-4-szer cseréljünk nekik vizet. A kutyaházba betett szalmát átlagosan 3 hetente le kell cserélni. Előfordul, hogy a kutya kihordja a házából a szalmát, ebben az esetben olyan óvóhelyet kell választani, amelyen kisebb a bejárat. Szalmával kibélelt hordót azonban semmi esetre sem ajánl az állatvédő, ez ugyanis nem szigetelt óvóhely, a kutya könnyen megbetegedhet. Pokrócot, rongyot, plédet semmiféleképpen ne tegyenek be a kutyaházba, mert az ugye magába szívja a párát, és ugye ez még jobban lehűti a kutyának a testhőmérsékletét, tehát az teljesen vashordót abszolút el kell felejteni, még szalmával is. Télen célszerűbb a minőségibb, drágább tápot megvenni. Az, aki hússal eteti kutyáját, válasszon zsírosabb táplálékot. A rövid szőrű kutyák alá több szalmát célszerű tenni, ezek az ebek ugyanis fázósabbak, mint a hosszú szőrű társaik. Emellett nem hanyagolható el a rendszeres orvosi vizsgálat sem. Végérvényesen is beköszöntött a tél, az otthonokat folyamatosan fűteni kell. A szénmonoxid mérgezés esélye ilyenkor a legmagasabb, ezért nagyobb figyelmet kell fordítani a baj megelőzésére. Belobban a tűz a kazánban, a fűtési szezonban nagyobb az esélye a szénmonoxid mérgezésnek. A katasztrófavédelem minden évben felhívja a figyelmet arra, hogy ez elkerülhető. A szintelen szagtalan gáz nem tökéletes égés következtében jön létre, szédülést, fejfájást, hányingert és eszméletvesztést okoz. 2020-ban is több alkalommal kellett szénmonoxid jelzés miatt az orosházi és mezőkovácsházi tűzoltóknak vonulniuk. Az orosházi katasztrófavédelmi kirendeltséghez tartozó településeken 25 alkalommal vonultak szénmonoxid gyanús esetekhez a település és mezőkövásházat tűzoltói. Az esetek során 12 személy szenvedett kisebb-nagyobb mérgezést. Mennyiségben közel 100 alkalommal riasztották a tavaly évben tűzoltóinkat szénmonoxid gyanús esetekhez. Szerencsére szénmonoxid mérgezésből kifolyólag haláleset nem fordult elő. Várszegi György elmondta, a mérgezés elkerülhető a kémények és berendezések rendszeres karbantartásával, szénmonoxid érzékelő felszerelésével, valamint a tüzelő berendezés és elszívó berendezés együttes használatának kerülésével is. Három egyszerű módszerrel megelőzhetőek a tragédiák. A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő utánpótlását, nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell leszeretetni az ablakba. A szellőző nyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni. A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. Célszerű egy érzékelő készüléket beszerezni, hogy a baj elkerülhető legyen. A Mátrai Sándor stadion melletti extrém parkban a téli időszakban is rengetegen keresik fel a rollerpályát, korosztálytól függetlenül használják azt az extrém sportolók. Fontosnak tartják azonban a pálya állagának megóvását és a biztonságos működés feltételeinek biztosítását is. Az orosházi gyerekek közül sokan járnak a Mátrai Sándor stadion közelében található extrém park sportpályájára, főként rollerezni. Közös erővel szépítik, javítják és persze hódolnak kedvenc elfoglaltságuknak. Fontosnak tartják az önkormányzat tulajdonában lévő park állagának megóvását is. Ezzel kapcsolatban nemrég az extrém sportokat űző fiatalok és néhány szülő kérésére kereste meg Gyuri Csatilla, szegedi cégvezető, Bojtor István alpolgármestert, felajánlva segítségét. Lakossági megkeresés érkezett hozzánk azzal kapcsolatban a használóitól, illetve azoktól, akik potenciális használói lennének az extrém parknak, hogy egy összefogással valósítsuk meg ennek a partnak azt a
funkcióját, hogy életet vigyünk a park életébe, és olyan felajánlás érkezett, lakossági magánszemély felajánlás, hogy akár munkával, akár anyagi lehetőségekkel tudnának beszállni úgymond az önkormányzat mellé, hogy ezt a parkot felújítsuk. Az alpolgármester elmondta, a pálya használata és hasznosítása sok fejtörést okoz azzal kapcsolatban, hogy kik használhatják, valamint hogy ez a használat a baleset veszély elkerülésének a keretein belül történjen. A cél, hogy egy kultúrát, mozgás lehetőséget biztosítson azoknak a fiataloknak, akik az extrém sportokat űzik. Olyan javaslatot is kaptak, hogy a pályaelemeket valamilyen fóliával takarják le, így az állag megóvás jelentősebb beruházás nélkül fenntartható. A pálya megóvására, korszerűsítésére komoly munkát kell majd fordítani úgy, hogy megfeleljen majd a vonatkozó szabályoknak is, ebben szívesen nyújtanak majd az önkormányzatnak segítséget. Emellett olyan felügyeletet is szeretnének biztosítani a pályához, ami a rendeltetésszerű használaton kívüli cselekményeket megszünteti. Az adventi időszakban évről évre rengeteg gyűjtést szerveznek szerte a városban a rászorulóknak. A karácsonynak vége, ettől függetlenül sokan nem feledkeznek meg róluk, és egész évben keresik a lehetőségét annak, hogy milyen formában segíthetnek a rászoruló családoknak. Az adventi időszakban a szeretet ünnepéhez közeledve mindig sokan érzik magukban a késztetést, hogy segítsenek. Van, aki ajándéktárgyakkal, ruhával, tartós élelmiszerrel, vagy a gyerekeknek szánt ajándékokkal próbál meg örömet szerezni, de léteznek más módszerek is, vírusmentes időszakban például egy ölelés is lehet ajándék. Aztán a karácsonyfa lebontása után, mikor már a város karácsonyfája is más céllal, de új gazdát talál, valahogy az adakozási kedv is csökkenni kezd. Pedig azok a gyerekek, azok a család, akik nehéz körülmények között élnek, mindig remélik a támogatást, azt, hogy valaki gondol rájuk. Berec Bogi Andrea önkéntes munkájával már több mint 10 éve igyekszik segíteni a rászorulókon. Azt vallja, amikor egy családnak ad, elsősorban a gyereket nézi, azt, aki csak áldozata a körülményeknek, és aki nem tehet arról, hogy ilyen sorban kell élnie. Nagyon fontos, hogy decemberben ne csak az ünnepek kezeletével gondoljunk a rászoruló társainkra, hiszen ők egész évvel várják a mi segítségünket, és sokszor csak ez az egyetlen kiút számukra, amit tőlünk kapnak. Újra megnyitott a Mikszáth Kálmán utcai adománybolt. Az üzletben bármit le lehet adni, ruhától kezdve, akár a televízió készülékig. Sokan visznek adományt a boltba, de sokan vannak azok is, akik rászorulnak arra, hogy elvigyenek onnan termékeket. Ruhákkal teli akasztók, ládák és asztalok várják a rászorulókat az újonnan megnyitott adományboltban, a Mikszáth Kálmán utcában. Az ajtón hozom-viszem felirat hirdeti, hogy adományokat leadni és elvinni is lehet az üzletből. Jelenleg is nagy a készlet, amely már a szokásos téli szünet előtt gyűlt össze. Naponta nagyjából 20-30 ember keresi fel az adományboltot és viszi el azt, amire szüksége van. Nem minden nap ugyanazok jönnek be, de nagyon sokan vidékről is. Tehát Pusztaföldvár, Kovácsháza, Komlós, Békéssámsonról jönnek, Csorvásról. Tehát nagyon-nagyon sokan. Bevinni bármit bármikor lehet, fizetni azonban nem tudnak a behozott tételekért, ahogy azoknak sem kell fizetniük, akik szeretnének valamit elvinni onnan. Egy ember nagyjából 10 ruhadarabot vihet el, azok, akik távolabbról érkeznek, többet is. Nem ritka, hogy olyanok is betérnek az adományboltba, akik visszaélnek a helyzettel, és válogatás nélkül pakolják zsákba az adományokat. Egyszerűen eltüzelik azt, ami másnak hasznos lenne. Előfordul olyan eset is, hogy a betérő tovább értékesíti az adományokat. Lipcsei Istvánné arra kéri az adományozókat, hogy csak olyan dolgokat vigyenek be az üzletbe, melyek még viselhető vagy használható darabok. Nagyon szeretnénk kérni, hogy csak olyat, ami nem a kukába való tényleg, mert ami oda való, azt sajnos mi is kirakjuk, és a szeméttelepre fizetni kell, ha kivisszünk néhány zsák ilyen átgondolatlan dolgot. Orosházán nagy az adakozókedv, sokszor alig van hely a sok adomány számára, azonban a folyamatos cserére mindig szükség van. Lipcseiné úgy véli, többen vannak azok, akik visznek az adományból, mint akik hoznak. Az adománybolt hétfőtől csütörtökig 8 és 12 óra között tart nyitva. Minden év januárjában az ökumenikus ima héten 8 napon keresztül bizonyítják a különböző felekezetek a keresztény egységet. A korábbi évekhez hasonló személyes, közös istentiszteletek és ökumenikus programok nem valósulhatnak meg idén, de az interneten és a városi televízión keresztül most is bizonyítják az egyházak az összetartozás tényét.
Együtt az orosházi evangélikus, katolikus és református egyház felekezetének tagjai, erről szól az ökumenikus imahét, mikor is 8 napon keresztül bizonyítják a résztvevők a keresztény egységet. A korábbi években minden nap más-más felekezet templomában, imaházában tartották meg a közös liturgiájú istentiszteleteket, a vendéglelkészek, lelkipásztorok, papok szolgálatával, sőt ezeket követően sem szélett szét a gyülekezet, a hívők együtt maradtak még más közös programra, baráti beszélgetésre. Is. Idén az ökumenikus imahét január 17-től 24-ig tart. Ez a 8 nap a járványhelyzet miatt igen sajátos formában fog megvalósulni, mivel nincs lehetőség a közös összegyülekezésekre, így az egyházak képviselői a digitális eszközöket hívták segítségül. Minden délután 5 órakor a felekezetek saját internetes felületeiken osztják meg az aznapi témát feldolgozó áhítatot, meditációt. Az összes helyi lelkész szolgálatával megvalósuló záró istentisztelet január 24-én az orosházi városi TV műsorán is látható lesz, délelőtt 10 órától és délután 5 órától is megtekinthetik azt. Az orosz kávén pedig a megszokott rendszerén délelőtt 10 órától érhető el az istentisztelet. Az imahét kitűzött célja a szétszakadozott keresztény egyházak közötti kapcsolat megerősítése, így idén bár más formában, de megvalósul. Ez a 8 nap, ez a 8 este azt fejezi ki, hogy a hagyományból, a történelemből, a régebről hozott különbözőségekből eredően nincsen közöttünk ellenségeskedés. Az, hogy a hitét, az Istennel való kapcsolatát, vagy a közösségi létét ki milyen formában, milyen tradíciók mentén akarja megélni, ez a lényegről egyáltalán nem vonja el a figyelmünket. Ebben mindig összetartozunk. Egyre többen tartanak otthon házi kedvencet, főként kutyát, nem mindegy azonban, hogy milyen fajtát választanak a gazdik maguk mellé. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy érdemes a döntés előtt utána járni, mik az adott fajta igényei, így kevesebb állat kerülhet a menhelyre. Minden kutyakölyök cuki, főként mikor még egy pici, puha szőrpamacs, az ember mindegyiket egyformán édesnek találja. Aztán, ahogy megnőnek, már nem biztos, hogy olyanok lesznek, mint amilyennek szerettük volna. Ez nyilvánvalóan nem az állat hibája, hiszen ő fajtájából adódóan lesz szökős, ugatós, kertásos, macskakergetős és a többi. Természetesen a megfelelő nevelés és tanítás is nagyon fontos, de azért a genetika legalább annyira meghatározó. Odafigyelést és időt igényel az állatok megfelelő gondozása is, hiszen a szőrüket, bőrüket nekik is ápolni kell. Egy gazdinak a választáskor ezt is figyelembe kell vennie, hiszen egy hosszú szőrű kutyus nyírni kell, egy bentartott ebet pedig fürdetni, majd utána balzsamozni és fésülni. És a feladatok között ott van még a szemek, fülek, karmok, tappancsok tisztántartása és a bűzmirigyek kezelése is. Kruzsic Krisztina kutyakozmetikusként azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segítsen a gazdiknak kedvenceik egyszerű ápolásában, illetve abban is, hogy az emberek megértsék a kutyájukat. Azt mondja, a választást nem szabad elhamarkodni. Ez egy komoly döntés, hiszen akit választunk, az hosszú éveken át velünk együtt fog élni. Épp ezért érdemes utána járni az egyes fajták jellemzőinek és igényeinek. Mindenkinek azt javaslom, hogy először is úgy nézzen körbe, hogy tehát mi az, amit, ahogyan ő el tudja látni a kutyát. Tehát, hogy mennyit tud vele sétálni, mennyit tud vele foglalkozni, hogyan tudja a szőrét ápolni. A társasági kutyák a terre tenyésztették ki, hogy ők is kedvencnek, és otthon szeretgetni való kutyák legyenek. Így, ha tudatosan választunk, talán kevesebb állatot dobnak ki, és kerül menhelyre. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Állattartás a minuszokban, még fontosabb az odafigyelés. Újra megnyitottak, ismét működik az adománybolt. Ökumenikus imahét összetartozása virtuális térben is. Önök az orosházi városi televízió január 19-i keddesti híradóját látták. Friss hírműsorral legközelebb pénteken várjuk Önöket a TV képernyők elé, de addig sem maradnak információ nélkül. Az Orosz Kafén minden nap beszámolunk a legfontosabb eseményekről. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, a viszontlátásra!